Egy űrhajósnak azt is tudnia kell, hogyan küldjön szakszerűen füstjeleket, ha bajba kerül, és még sok-sok mindent fizikai és elméleti szinten egyaránt. A Hunor program 247 megfelelt pályázóból kiválasztott 4 űrhajós jelöltje rendkívül kemény felkészülésen van túl. Egy ideje pedig az is ismert, közülük kimehet az űrbe a magyar űrhajós program keretében. A kiválasztott a nyíregyházi Kapu Tibor, aki így Magyarország második űrhajósa lehet. Kapu Tibor hétfőn 35 perc című műsorunk vendége volt. A kutató űrhajós elmondta, a hatalmas öröm a bejelentés óta tart nála, a bajtársiasság ugyanakkor benne is megszólalt. Az öröm mellett volt egy olyan érzés, hogy tényleg felszabadultam és is leesik a teher a vállamról. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy tavaly márciusban lettünk 4 kiválasztva, mint űrhajós jelöltek a kollégáimmal, és az elmúlt 14 hónapot, ahogy az előbb említettem, mi vállak vetve csináltuk végig, szinte minden percét együtt töltöttük. Botorság lenne azt mondani, hogy kollégák voltunk, igazából ez jóval inkább a bajtársiasság és akár inkább a család felé húzott. És mivel mind a 4 egy pozícióra jelentkeztünk, amit csak egy ember érhetett el, ezért amikor a döntés megszületett, láttam az arcukon a letörtséget, ami rajtuk fellép, hiszen ők nem ülhetnek abban a székben, ahol most én ülök. És szerintem természetes, hogy egy ilyen közegben, ennyi közös élmény után az ember nem maradéktalanul boldog, hiszen hat rá az, amit a többiek éreznek, amit a társai éreznek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 26-án jelentette be, hogy Kapu Tibor lett a Hunor program győztese. 1980-ban ugyanezen a napon indult az űrbe Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, aki történetesen szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg, egész pontosan Gyula háza szülöttje. Kapu Tibor szerint az egybeesés nem a véletlen műve. A szabolcsi levegőben van valami, ez most már teljesen biztos. Természetes, hogy nem a saját érdemeimet szeretném itt kihangsúlyozni, de azt valóban gondolom, hogy ez a víz, ez a föld, ez a levegő itt valamit tartogat magában, mert nagyon-nagyon sok sikeres ember indul útjára a mi szeretett kis megyénkből. Úgyhogy Ez valami olyasmi egyébként, amit minden esetben szeretek hangsúlyozni, amikor elmegyünk rendezvényekre, amikor beszélhetek valakivel erről. Az üzenet az valójában inkább az, hogy bármilyen messziről is jöjjön az ember, és bármihez is szeretne kezdeni, kitartó munkával, alázattal, empátiával, őszintességgel tud oda jutni, ahova szeretne. Kapu Tibor a tervek szerint 30 napot tölt majd az űrben, feladatai pedig igen széles skálán mozognak. A magyar kísérletek között orvos-biológiai, növénytermesztési és gyógyszerkísérlet is szerepel majd. Mint mondta, ezeknek már rendkívül erős alapjai vannak a magyar űrkutatásban. Vannak már olyan kísérleteink, amik megvoltak gyakorlatilag a program indulása előtt is. Ez mindaz annak köszönhető, hogy a magyar űripar az nem egy új keletű dolog, ez nagyon komoly gyökerekre vetíthető vissza. Igazából már Berci felbocsátásakor 44 éve is magyar eszközöket vitt fel a Szajut űrállomásra. Itt meg lehet említeni a Balaton műszert, itt meg lehet említeni a Bille nevű dozimétert, ami egyébként hatalmas sikernek örvend azóta is az űriparban, a nemzetközi űriparban. Az elmúlt 44 évben nem igazán volt olyan időszak, amikor a Bille valamelyik verziója ne teljesített volna szolgáltat az űrben, akármilyen űrállomásokon vagy űrsiklón. És egészen természetes, hogy ennek valamilyen utódját azt mi is fölvisszük majd az űrállomásra, úgyhogy sugárzásméréssel fogunk foglalkozni, ez egyik témánk, de tényleg ez egy olyan tudományterület, ami Magyarországnak rengeteg öröksége van. Kapu Tibor felkészülési programja a nyár végéig Magyarországon tart, majd Houstonba utazik, ahol a NASA-nál már az űrprogram specifikus feladatai várják. A felbocsátás pontos időpontja egyelőre nem ismert, leghamarabb az idei év végén történhet meg, de a legvalószínűbb időtartam 2025 második negyedéve lehet. A Kapu Tiborral készült teljes beszélgetés weboldalunkon visszanézhető.